Alsó tagozatosok és óvodások is érkeztek a nyíregyházi városi jégpályára. A helyszínen rendhagyó módon kerékpáros ügyességi programokra és vetélkedőre várták a gyerekeket. A Bringáz Okosan elnevezésű esemény egy látványos triál bemutatóval indult. Majoros János, a sportág egyik legeredményesebb nyíregyházi képviselője, több izgalmas attrakcióval kápráztatta el a közönséget. A vállalkozó szelleműeket egy állványról ugratta át a sportoló. A triál bemutatón túl VR autós és kerékpáros szimulátorokon is kipróbálhatták magukat a gyerekek. Az ügyességi pályák mellett pedig közlekedésbiztonsági feladatokat is kaptak a résztvevők. Ebben rendőrök segítették a kicsiket. A legügyesebbekre értékes nyeremények vártak a program végén. Ez a mai program a biztonságos kerékpározás eltanulásáról szól, azért mondom így, mert óvisok is vannak itt, két óvodából, két iskolából, kisiskolások. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb megtanulják, hogyan kell biztonságosan és szabályosan közlekedni biciklivel, és erre már nagyon nagy lehetőség van, mert hogy ugye már 80 kilométeres Nyíregyháza kerékpárút hálózata, amit nagyon-nagyon sokan használnak, és hát azért már felsős korban a gyerekeket a szülők általában elengedik, így, hogy biztonságos kerékpárútjaink vannak. Ez egy olyan projekt része, ami kerékpárút építésekről is szólt, annak a szemléletformálási programja, amit egyébként itt Nyíregyházán már több mint 10 éve folyamatosan szervezünk. Annak idején kezdtük a Michelin Bringa Fesztivál, a Hajtsa Biztonság, ez volt a szlogen, a Bringa Piknik, a Bringa Város, ami nemrég volt, meg a Mozdulj Nyíregyháza, meg hát azok az egyéb programok, amiket iskolák, óvodák, civil szervezetek is szerveznek, nagyon fontosak ebből a szempontból. A Csomópont és Kerékpárút Fejlesztés Nyíregyházán című program keretében 2020-tól több gyalog és kerékpárutat, nyitott kerékpársávot, valamint körforgalmakat is kialakítottak a városban. A fejlesztésekre több mint 820 millió forintos, vissza nem térítendő uniós és hazai forrást nyert az önkormányzat.